Jó estét kívánok! Ez a Híradó Varga Edittel. És Gulyás Istvánnal. Kezdünk. Jöttek, ültek, vitték őket, nem tudták megakadályozni a törvényhozást a tüntető politikusok. Levélváltás. Orbán Viktor elutasító választ küldött Barroso elnök levelére. A parlament bejárataihoz láncolták magukat LMP-s képviselők és szimpatizánsok, hogy így akadályozzák meg az országgyűlés ülésére érkezők bejutását. Ha lehet más a politika frakciójának tagjai, azt mondták, már nincs más eszközük az igazságtalan és antidemokratikus törvények elfogadásának megakadályozására. A tüntetőkhöz később csatlakozott Gyurcsány Ferenc is. A demonstrálókat, miután lejárt a tüntetésre adott idő, előállították, mint ahogy a Gyorskocsi utcába szállították, csak nem az egész MSZP frakciót is. A Fidesz szerint az egész csupán politikai paródia volt. A tüntetőkhöz később csatlakozott Gyurcsány Ferenc is. A Fidesz szerint az egész csupán politikai paródia volt. Fideszes képviselők képeit osztották ki a tüntetés szervezői reggel 8:30-kor. Közben az LMP frakció tagjai a parlament autóbehajtói elé láncolták magukat, hogy a képviselők ne juthassanak be és ne szavazzanak. Más eszközünk nincs, mint hogy megpróbáljuk megakadályozni a képviselők bejutását a parlamentbe. Sok képviselő, köztük fideszesek is az autójukat kint hagyva gyalog mentek be a parlamentbe. Tizenegy óra körül Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció párt néhány tagja is megjelent a parlamentnél. Az előjárat tisztetkezem, jó napot kívánok! Úgy döntöttek, ők is csatlakoznak a demonstrációhoz. Volt-e bármilyen fajta fizikai incidens? A rendfenntartók és a tüntetők között. Az én irányításom alatt van. Köszönöm szépen. A demonstrálók területfoglalási engedélye 11 órakor lejár. A rendőrök először szétvágták a láncokat, majd egyenként elvitték a tüntetőket, köztük az LMP-s képviselőket és Gyurcsány Ferencet is. A volt miniszterelnök azt mondta, semmivel nem gyanúsították meg őket. Felvettük a telefonokat. Mi balkonoztattunk, aztán eljöttünk. Az ellenzéki képviselők más-más eszközökkel, de a parlamenti munkát próbálták ma megakadályozni. Schiffer András azt mondta, a demokrácia feltétlenül van ma. Mesterházi Attila szerint pedig hazaárulás, amit a kormány csinál. Lázár János szerint a Fidesz az ülésteremben a haza érdekét képviselte, az azon kívül politizáló LMP-s és MSZP-s képviselők viszont nem. Lázár János szerint a Fidesz az ülésteremben a haza érdekét képviselte, az azon kívül politizáló LMP-s és MSZP-s képviselők viszont nem. Schiffer András mielőtt csatlakozott a tüntető képviselőtársaihoz, napirend előtt indokolta az akciójukat. Orbán Viktor. A kormánypárti képviselők az ablakból figyelték, hogy mi történik a ház előtt. Ha szünet volt, és sokszor volt szünet. Először azért, mert alig voltak az ülésteremben, másodszor meg azért, mert az MSZP kért szünetet. Az, amit ma a Fidesz frakció tesz Orbán Viktor vezetésével, a magyar nemzeti érdeket képviseli. A szocialisták vissza sem mentek az ülésterembe, így a maguk által kezdeményezett név szerinti szavazáson sem vettek részt. Ezért a többi MSZP-s név szerint itt már Lázár János javaslatára meg sem tartották. Lázár János szerint a Fidesz az ülésteremben a haza érdekét képviseli, az azon kívül politizáló LMP-s és MSZP-s képviselők viszont nem. Nem lepődnék meg, hogyha a következő napokban a nemzetközi sajtó címlapjain azok a fotók lennének, amelyek LMP-s képviselőtársaimról készültek. Nagyon szeretném, hogyha itt a házban a haza érdekeit szolgálnák, és nem más érdekcsoportok tekintetében szeretnének nyomást gyakorolni az országgyűlés többségére. A Magyar Szocialista Párt pedig nyíltan az IMF kérését próbálta a házbizottságban érvényesíteni. Én azt gondolom, jobban tennék, hogyha a saját választóikat és az egész ország érdekét képviselni. A demonstrációhoz a Jobbik képviselői nem csatlakoztak. A nemzetáruló Gyurcsány Ferenc megjelenik az emberek között, persze azon néhány tucat ember között, akik egyáltalán hajlandó vele ilyen közelségbe kerülni, és itt ő eljátsza azt, hogy a demokráciát megkívánja védeni. Délután újabb ellenzéki tüntetés kezdődött a Kossuth téren, ez azóta véget ért, de még ott van tudósítónk Schillaher Tamás. Szervusz Tamás, mi történik most, és mi történt délután?
Jó estét kívánok! A Kossuth tér mellett a közigazgatási és igazságügyi minisztérium parkolójában gyűltek össze, és ott voltak azok az LMP-s képviselők is, akiket délelőtt előállított a rendőrség. A szónokok azt mondták, hogy az új ellenállásra, összefogásra van szükség a demokratikus ellenzék pártjai között. Ennek az új összefogásnak azonban mindenképpen erőszakmentesnek kell lennie. Schiffer András LMP-s frakcióvezető pedig azt mondta, négyszorozást kell szembesíteni lehessen a népakarattal. De nem csak LMP-s politikusok voltak ezen a demonstráción, hanem a szolidaritási mozgalom több vezetője is megjelent és beszélt. Árok Kornél például azt mondta, hogy a kormány azonnali leváltását és egy új szakértői kormány kinevezését kezdeményezi. Aztán amikor véget ért a demonstráció, a szervezők mindenkit arra kértek, hogy békében, nyugalomban hagyják el a helyszínt és menjenek haza. Azonban a tüntetők egy része átvonult a parlamenthez, és kifütyülték azokat a fideszes képviselőket, akik a parlamentből eltávoztak. Ez mostanra azonban már nagyjából az itt lévő embereknek a nagy része hazament mostanra, most már csak néhány tucatnyian vannak itt a Kossuth téren. Silla R. Tamás, köszönjük! Elutasító válasz küldött Orbán Viktor kormányfő José Manuel Barroso levelére. Az Európai Bizottság elnöke néhány napja a stabilitási és a jegybank törvénytervezetének visszavonását javasolta a magyar kormányfőnek. Nincs mód arra, hogy halasztást engedjünk, mert ezt írta meg az Európai Bizottság elnökének elküldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő kiállt a stabilitás és a jegybank törvénytervezete mellett, azokat a január 1-től hatályos új alkotmányos rend építőköveinek nevezte. A miniszterelnök a Hír TV-nek adott interjúban a Nemzetközi Valutalappal és az Európai Unióval folytatandó tárgyalásokról azt mondta, idézzük, nem kell ennek ilyen nagy feneket keríteni, az egész ügynek nincs ekkora jelentősége. Orbán Viktor szerint az ország megállapodás nélkül is megáll a lábán. Nekünk továbbra is szükségünk van arra a pénzügyi védőernyőre, védőhálóra. A nemzetgazdasági miniszter szerint szükség van egy elővigyázatossági hitelkeretre. A Híradó által megkérdezett elemző szerint levélváltás ide vagy oda, mindenképpen lesz megállapodás, csak az a kérdés, hogy mikor. A levélváltás a tárgyalások sikerét nem befolyásolhatja. Az Európai Bizottság tanulmányozza a magyar miniszterelnök és a magyar hatóságok által a különböző brüsszeli aggodalmakra adott válaszokat. Erről Denis Abbott ügyeletes szóvivő beszélt az MT-nek, aki elmondta még, hogy az elemzés folyamatban van. Hamarosan jön a poén péntek, majd a mindenből egy van, és mivel hétvégén mi már nem találkozunk, boldog karácsonyt és szép ünnepet kívánunk. Köszönjük figyelmüket, boldog karácsonyt, viszontlátásra. Viszontlátásra.